Ha valaki nyitott az újra, a meglepőre, az unikális művészeti élményre, akkor neki mindenképpen érdemes elmenni februárban a Sandvivingre, Szirmai Zsanett textilművész kiállítására. Noha textilművészt mondtam, zeneművészt is lehetett volna, ugyanis a tárlaton sétálva és megmegállva meghallhatjuk a különös fény és árnyátékra is képes textilerdő hangját. Szirmai Zsanettnek több mint egy évtizede tetszettek meg a kódolt bináris minták, miközben a Jacquard kártyák mellett dolgozott egy szövőműhelyben. A következő lépés már az volt, hogy lézerrel hasonló leszámolható mintákat vágott egy textillapra, és egy speciális lejátszó segítségével már kész is volt a dallam. A Sandviving, azaz hang és textil installációval a művész eddig már 8 nemzet dallam és motivum világát ötvözte egybe. Ez egy nagyon izgalmas művészi vállalkozás, ahol ugye itt láthatjuk magyar keresztszemes motívumok, iszlám szőnyegminták, japán motívumok lézervágott textilekké, majd ezek a textilek zenei dallamokká alakulnak át. Nos, ez a fantasztikus installáció egyszerre hat több érzékszervünkre, és egyfajta interakcióra invitál minket. Ehhez a különleges invitáláshoz Vikukel Dániel zeneszerző, zongorista is alapot adott, hiszen amellett, hogy a textilművésznek segített a dallamok megszólaltatásában, hangszerre is átírta a keresztszemes hímzés, vagy éppen arab csomós szőnyegszövés hangjait. A kiállítás megnyitón ott volt az ezt a tárlatot is befogadó Cifra Fesztivál művészeti vezetője is, aki elragadtatással beszélt a látottakról. Ez egy nagyon jó átjáró tulajdonképpen a két művészeti ág között, ugye a zenében is, és a textilművészetben is, hogyha lehet ezt mondanom, van egy közös kapocs, az pedig az érzelmek kifejezése. Az érzelmek kifejezése ugye vizuális úton történik egy textilművésznél, míg egy zenésznél pedig ugye mondjuk hangokban rejtve, tehát nem feltétlenül a látvány, hanem a hallani való a lényeg. Viszont ezek az alkotások számomra megszólalnak, hangokat adnak, anélkül, hogy adnának. Tehát, hogy sugal valamit, ami tulajdonképpen zenét vált ki az emberből belül. Ám hogy teljes legyen az élmény, még egy művészeti ág csatlakozott a képző és zeneművészethez, a költészet. Nagy Zopán költő szóvirágaiban is különleges dallam csendült fel, főleg az őt körülvevő installációk hatására. A szív és a szellem szövevényes násza. Képzetek, képletes kottái, erezetek és érzékek, áttetszéseket kutató, szerkezetesen komponált csodái egy impulzív installációban. Szirmai Zsanett, szirmai fátylai mögött, lelkülete zsong, kileng és villeszt és billeszt, billentyűt s húrokat hímez. Tűfokokon fokozva szúr át, stetleges textúrák tereiben, titkokat tárva, nyitva, zárva, fel, légies terra tűnékenységeket tervez és teremt. És a Sandviving című kiállítás installációin kívül egy különleges tárlatvezetést és workshopot is vezet február 23-án 18 órakor. A családoknak pedig február 24-én 10 órakor szerveznek alkotósarkot.